Időben elkezdték a felkészülést a Tolna Városi Labdarúgó Klub játékosai, azt követően, hogy májusban megnyerték a bajnokságot. Bár a felkészülési időszak kétségek között telt el, hiszen eléggé nagy volt a játékos mozgás. 6 kezdőszintű játékost veszített el a csapat, ami jelentősen lecsökkentette az egyesület létszámát. Hát dolgoztunk az ő pótlásukon, kisebb-nőbb sikerrel. Azt tudom mondani, hogy a mag megmaradt, de fel kell kötnünk azt a bizonyos nadrágot a szezonra. Úgy látom, hogy a hozzáállással nincs gond, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Eddig 2 forduló telt el, 2 győzelemmel, hála Istennek, de nagyon izzasztó meccseink voltak, szóval erre számítunk a szezon további részében is. Nehéz meccsek lesznek, minden pályán meg kell küzdenünk, hazai pályán is ugyanúgy, de egy erős mag van, amire úgy gondolom, hogy lehet építeni. Az új játékosokat be kell integrálni a már megszokott csapatba, hogy együtt eredményesen szerepeljenek majd a megmérettetéseken. Megszokják a légkört, megszokják az elvárásokat, mindenki más állapotban érkezett. Van, aki focizott régen is, egy kicsit elő kellett szedni a régi dolgait, de van, aki nulláról indította el ezt az egész sportot. Ezért ez nem ugyanaz a szint, nem ugyanúgy kell hozzáállnia sem az edzőnek, sem a játékostársaknak. Igazából arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát, de ennek a keretnek az egyetlen erőssége lehet, hogyha fizikálisan, maximálisan mindent kiad magából, mert az hozhat eredményeket. Úgy gondolom, hogy ebben az osztályban egy hajtós jó csapat ott lehet az első 6-ban. Egyelőre nem számolnak címvédéssel a Tolna VFC vezetőségében, de ez még könnyedén változhat, hiszen az együttes az első 2 mérkőzését győzelemmel zárta.